Szakál Péter vagyok, az Open SKM Agency Kft-nél dolgozom, és az elmúlt években elég komoly tapasztalatra tettünk szert az önkormányzatoknak a szektorában, nyílt forráskodó megoldások kapcsán természetesen. Előadásom egy része össze fog folyni kicsit az előző előadással, Szegfű Laci előadásával, de míg ő ugye az ő városuk, az ő intézményük helyzetéből kiindulva nézte a dolgot, mi azért több alkalommal készítettünk felméréseket, illetve rengeteg önkormányzatnál tettünk látogatást, konzultáltunk a helyzetről, arról, hogy mik a lehetőségek, mikre volna igény, mit szeretnének. Ebből próbáltam egy ilyen összefoglalót csinálni. Néhány szót a cégünkről. Ez egy 100%-ban magyar tulajdonosú vállalkozás. 2005-ben alapítottuk. Alapvetően nyílt megoldásokkal foglalkozunk, IT szolgáltatásokat biztosítunk nyílt megoldásokhoz, és 2007 óta elég jelentős mértékben próbáltunk állami intézményeknek, önkormányzatoknak tudást, elsősorban tudást, információkat és szolgáltatásokat szállítani. Foglalkozunk szoftver, nyílt irodai szoftvercsomagokkal, Linux alapú rendszerekkel, ezt most nem fogom végigolvasni, körülbelül ez az a terület, amit próbálunk lefedni. Szerver oldali megoldások is, de kliens oldal, nyilván ez nem csak hogy az érdekesebb, hanem a nagyobb kihívás, mert ugye ez érinti a nagy számú felhasználót gyakorlatilag az intézményekben. Tehát nyilván szerver oldalon a rendszergazdák, az informatikusok látják, hogy mi történik, de a felhasználók a kliens oldali megoldásokkal találkoznak elsősorban. Összeszedtem néhány gondolatot arról, hogy hogyan nézett ki az önkormányzati szektor 2010-ig. Lehet, hogy nem pont 2010-et kellett volna végállapotnak írni, hanem inkább 2009-et, 2008-at. Ez nyilván egy vitatható dolog. Mindenesetre nagyjából ezek voltak a főbb jellemzők. Nem volt egy egységes stratégia, rengeteg szigetrendszerből állt gyakorlatilag az önkormányzati rendszer, tehát szinte minden városnak megvolt a saját kis infrastruktúrája, a saját kis elképzelése arról, hogy hogyan kellene az informatikával kapcsolatban boldogulni. Pont emiatt rengeteg volt a felesleges kiadás, tehát nyilván, mivel nem voltak komoly központi rendszerek, minden város maga oldotta meg a feladatokat, tehát ezekre a feladatok elvégzésére maga pályázott, szerzett forrásokat, ezek a források szinte nagyvárosonként mentek el, szinte ugyanazokra a célokra. Ráadásul alacsony volt a hatékonysága ennek a sziget rendszerekből álló megoldásnak, hiszen ezek nem voltak általában szabványos, egymással jól együttműködő rendszerek, ezért gyakorlatilag még a hivatalok napi működésében sem volt meg a megfelelő kommunikáció. A központi alkalmazások azok, ezt pont Laci ecseltelte az előbb, eléggé gyártóspecifikusak, tehát általában már a zárt platformról való elmozdulásnak a gondolata is idegen volt a legtöbb intézményben, akivel találkoztunk, bár ez aztán 2009 környékén már kezdett megváltozni. És hát tulajdonképpen, hogyha egy szóval, egy kifejezéssel akarnám összefoglalni, akkor egy nagyon-nagyon komoly vendor lock-in helyzetben volt az ország 2009-ig, 2010-ig. Csináltunk egy nyílt szoftveres felmérést 2009-2010-es évben. Eléggé meglepő eredményeket tapasztaltunk, mert ugye szerver oldalon az derült ki, hogy már eleve a Linux megoldások voltak döntően túlsúlyban. Ez olyan szempontból meglepő volt, hogy az állam kommunikációja addig folyamatosan abba az irányba mutatott, hogy nem, ez az ország Microsoft gyarmata gyakorlatilag, tehát hogy itt nagyon nehéz, nem is lehet, nem is érdemes elmozdulni mi a fenének, hiszen mindenhol Microsoft van. Tessék, szerver oldalon már is ez az állítás nem bizonyult igaznak. Desktop oldalon más a helyzet nyilvánvalóan, viszont például a megyei jogú városoknál, szerintem köszönhetően Szegednek a kezdeményezésének, már 2009-ben azt láttuk, hogy a városi informatikának a 20%-ában Open Office-t használnak. Tehát a legtöbb helyről az a válasz érkezett vissza, hogy valamilyen módon, valamilyen célból, valamilyen mértékben használnak Open Office-t. Aztán nyilván ezt lehetne ezt a képet árnyalni, mert valahol egyszerűen föl volt telepítve mondjuk két gépre a 250-ből, csak hogy mondjuk ODF formátumot el tudjanak olvasni. Van, ahol mondjuk ilyen szoftver legalizációs célból volt föltelepítve a gépre, de valójában nem használták. Illetve találtunk olyan városokat is, ahol meglepő módon még használták is, nem csak, hogy fel volt telepítve.
Az derült ki, hogy gyakorlatilag a technológiai és humán jellegű összes akadály leküzdhető, tehát lényegében az átállást azt meg lehet valósítani, hogyha egy város ezt komolyan megfontolta, meghozták a komoly és felelős döntést, hogy már pedig ebbe az irányba el akarnak mozdulni, akkor el lehet mozdulni. Igazából ez nem meglepő, hiszen Szeged is bebizonyította, hogy ez technikailag lehetséges. Másfelől a legtöbb intézményi vezető fejében még mindig az van, és különösen még 2009-2010-ben az volt, hogy ez az út, ez nehéz, leküzdhetetlen, és ó, hát ez borzasztó erőforrások kellenek. Ehhez képest ugye megnéztük, hogy mégis milyen migrációs tapasztalattal bír az országa mostani évben, ebben az évtized, új évtized elején. Négy nagyvárost említenék, Szeged, Miskolc, Salgótarján és Kaposvár, és hamarosan csatlakozik még két nagyváros. Tehát 2012 közepére már 6 megyeszékhely fog ODF-et használni a mindennapi munkájában. Én azt gondolom, hogy ez már egy olyan kritikus méret, amire abszolút érdemes odafigyelni. Emellett nagy létszámú intézmények álltak át. A Vasmegyei Bíróságot azért említeném, mert ott van egy bíróság, illetve van még 4 telephely a megyében, akik tehát még az együttműködésnek a próbáját is kiállták, kvázi ODF-ben kommunikálnak egymás között. Nagyon jó példa a Fővárosi Bíróság, és a Fővárosi Bíróság átállása nyomán úgy tűnik, hogy egyre több bíróság vagy bírósághoz kapcsolódó hivatal és intézmény kezdi meg az átállást, vagy már fejezi is be. Az Országos Vérellátó Szolgálat is egy nagyon fontos intézmény, ők mondjuk egy picit elszigeteltebbek talán a központi infrastruktúráktól, tehát talán valamennyivel könnyebb volt megvalósítani az átállást, erről igazából novelles kollégák többet tudnának mesélni. Illetve találtunk rengeteg kisvárost, aki valamilyen mértékben megbírta valósítani az átállást. Kemence, Monori-Erdő, Zalakomár, Ercsi, stb. Egészen meglepő módon egyszerűen egy kis település, ha volt egy informatikus, aki konyított a Linuxhoz, tudta, hogy miről szól mondjuk a dokumentum migráció, akkor gyakorlatilag a kis 20-30 munkaállomással bíró intézményben meg tudta valósítani az átállást, át tudta ütni tulajdonképpen még a vezetőségen is, nem csak hogy a felhasználókon. Emellett ugye elindultak pilot projektek központi intézményekben, büszkésedtek arra, hogy mi is részt vettünk ezeknek egy részében. E projektek egy része abszolút sikeresnek bizonyult, egy része pedig bebizonyított azt, hogy azért vannak még tennivalók, de én azt gondolom, hogy van értelme neki futni egy feladatnak akkor is, hogyha nem 100% a siker, hiszen hogyha eljutunk odáig, hogy megtudjuk, hogy mi a probléma, már ez is egyfajta eredmény. Elemeztük azt, hogy mégis milyen szempontok alapján kezdhette volna meg egy település az átállást, hogy mik azok a szempontok, amik arra utalnak, hogy na igen, ez az az út, amikor, vagy ez az a helyzet, amikor érdemes elindulni a nyílt forráskód felé. Vajon a település mérete egyáltalán nem vannak kisvárosok, nagyvárosok, az anyagi helyzete egyáltalán, a leggazdagabb város és a legeladósodabb város ugyanúgy el tudta kezdeni az átállást. Vagy netán képességekről szól a dolog? Abszolút mértékben nem, hiszen a kis településeken volt, hogy valaki egy egyszerűen Linuxos érdeklődéssel neki futott a feladatnak és megcsinálta. Vagy ez egy központi akaratról szól, de hát ez sem igaz, hiszen pontosan látjuk azt, hogy ha egy város ezt el akarta kezdeni, el tudta akkor is, hogy egyébként a központ az teljesen más irányba fújta a passzát szelet. Arra lyukadtunk ki az elemzésben, hogy lényegében a fő szempontok nyitotta az informatikai vezető, tudja-e érvényesíteni az érdekeit. Tehát találtunk olyan települést, ahol abszolút megvolt a nyitottság, megvolt a tudás, a tapasztalat is az informatikai vezető részéről, viszont hát nem tudta érvényesíteni az érdekeit, mert erős a jegyző, erős a polgármester, mert a polgármesternek az unokaöccse egyébként nagyon jó, sokkal jobb informatikus, stb. És itt nyilván nagyon fontos az is, hogy a település vezetője mennyire nyitott. Tehát ha valaki képtelen elszakadni attól a gondolattól, hogy az egyetlen operációs rendszer Windows, ami létezik, akkor nyilván nehéz vele elhitetni azt, hogy kvázi mással is tud működni, még egy hivatal is, nem csak hogy az unokaöccse tudja esetleg használni a szabad szoftvert. Nagyon fontos szempont, hogy van-e bármilyen közép- vagy hosszú távú stratégia az adott intézményben. Találtunk olyan települést, ahol olyan komoly anyagi problémákkal küzd a vezetőség, hogy gyakorlatilag a jövő hónapról nem tudnak tervet felmutatni, nem hogy a következő évről. Nyilván ez a ritkább, mert azért általában egy intézménynél valamilyen módon kötelező egy stratégiával rendelkezni, de hát nyilván, ha nincsenek források, nincsenek pályázatok, nincsen központi elképzelés sem, akkor mi ez igaz adjon egy intézmény? Borzasztó nehéz egy ilyen helyzet.
előfordul az is, hogy jó szerződéseket tudtak kötni egy adott intézményben a szállítókkal. Tehát ha ugye ügyetlenek a megállapodások, amiket az intézmény megköt a beszállítókkal, akkor akár évekre gúzsba lehet kötni egy önkormányzatot. Találkoztunk ilyen helyzettel is. Még ha el is akarnának szakadni az adott zárt platformtól, nem tudják megtenni, mert az nekik egyértelműen veszteséget jelent. Tehát erre szoktam mondani, hogy igazából nagyon fontos a nyíltság, stb. De ha egy intézménynél túl sok a lánc, akkor gazdaságilag sem éri meg az átállás. Nincs is értelme erőltetni a dolgot. Azt a helyzetet kell keresni ilyen helyzetben, amikor a megállapodásokat vagy át tudjuk alakítani, vagy ki tudjuk váltani már magát a megoldást valamivel, vagy egyszerűen ki tudjuk tűzni azokat a mérföldköveket, hogy mit tudom én, 2 év múlva akkor érdemes visszatérni a kérdésre, mert akkor mondjuk az egyik licensz konstrukció éppen lejár, vagy ha most felmondjuk a szerződést a szállítóval, akkor lehet, hogy ez egy kis pénzbe kerül, de 3 éven belül ez visszajön egy újabb, jobb megállapodás következtében. Nagyon fontos a megfelelő információ menedzsment. Ez alatt azt értem, hogy igazából ez a piac ez nagyon-nagyon gyorsan változik. Mondjuk nem a közigazgatási központi szoftverekre gondolok, mert azok sajnos nem, de hogy nagyon-nagyon sok az új megoldás, amit lehet alkalmazni, és általában az intézmények nem a legnapra készebb információkkal rendelkeznek, vagy ha mégis azokat nem feltétlenül használják fel a megfelelő módon. Ezt már Laci is elmondta nagyjából előttem, de azért nagyon röviden megismétlem, hogy mik azok az általános akadályok, amiket láttunk az önkormányzatok életében. Egyrészt a központi szabályzás hiánya. Ez sajnos ez a probléma még most is azt gondolom, hogy fennáll, mert ugye kivár a piac jelen pillanatban. El kellene, hogy készüljön egy közigazgatási törvény. Ez, ha jól tudom, 2011-re kellett volna, hogy elkészüljön. Csúszik még egy fél évet, 2012 nyarán fog kijönni. Gyakorlatilag az önkormányzatok számára készülő pályázatok, fejlesztések, az új stratégia addig nem tud kialakulni, amíg nincsen meg maga a közigazgatási törvény. Ez bizonyos értelemben egy óriási probléma, mert ez azt jelenti, hogy 2012 végig, 13 elejéig gyakorlatilag le van lassulva a szektor. Másfelől meg tulajdonképpen sokaknak már csak emiatt is érdemes most elgondolkodni azon, hogy rendben van, de mivel töltjük ezt a következő 14 hónapot. Mert ugye ahogy az idő megy, a pénz fogy, tehát gondolkodni muszáj. Ez is egy olyan helyzet, amikor a kényszer egyre erősebb lesz. Akadály, hogy nagyon sok folyamatot, illetve munkavégzőt érint a váltás, tehát különösen a kliens oldalon egy 200-300 fős intézményben nem pusztán az 5-6 ott dolgozó informatikusnak kell megtanulni a néhány alkalmazást, új folyamatot, hanem 200-300 embernek kell váltani adott esetben platformot, operációs rendszert, levelezőt, dokumentumkezelőt, szinte egyszerre. Tehát nyilván ez is egy olyan változás, amelyik kritikus tömegeket kritikus módon érint. Tehát borzasztóan oda kell rá figyelni. Megértem, hogyha valaki ebben nagyon sok rizikót lát, és emiatt halogatja a döntést. Minden változás munkával jár, tanulást igényel, hát tulajdonképpen pont erre lyukadtam ki. Információhiány, kevés konkrét tapasztalat, én azt gondolom, hogy ez magáért beszél. Hiányoznak viszont a képzési programok. Tehát mi nagyon hiányolunk egy olyan, akár EU-s forrásból finanszírozott programot, amelyik lehetővé tenni azt, hogy meg legyen támogatva pénzzel valamilyen módon a szabad szoftveres képzés. Felhasználók részére, rendszergazdák részére, és akár vezetők részére, mert az is szerintem megérne egy külön programot, hogy a vezetők képbe kerüljenek, tudják, hogy mik a lehetőségek egyáltalán. Nagyon fontos a vezetői akarat. Tehát találkoztunk olyan helyzettel, amikor bőven meg lehet oldani az átállást, igazából minden rendelkezésre áll, még forrás is van arra, hogy legalábbis elinduljon a folyamat, és mondjuk 1-2 éven belül megtérülést jelentsen. Viszont a vezető nem elkötelezett a dologban. Igazából működik az informatika, hát végül is minek is nyúljunk hozzá, ha egyszer jó ez így, ahogy van. Jogszabályi háttérén azt gondolom, hogy ez is egyértelmű, szükség van egy olyan törvényre, amelyik szabályozza azt, hogy a költség hatékony megoldások jobban vagy megfelelő módon érvényesüljenek a közigazgatásban. Az ODF formátum, én azt gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a törvények legalábbis a befogadása kötelező lenne minden hivatalban, illetve hát 2009 év végén volt egy nyílt szabványos törvény, amelyik
Én úgy mondanám, hogy nagyon jó kezdet, de még semmiképpen sem a vég. Tehát, hogyha a holland kormányrendeletre gondolok, hát az egy picit magasabb szinten szabályozza a nyílt forrásoknak a széleskörű alkalmazását, mint ez a 2009-es magyar jogszabály. A forrás hiányát azt gondolom, hogy ez is egyértelmű, amíg vagy EU-s, vagy hazai forrásokból nincsenek külön pénzek dedikálva ezekre a feladatokra, addig nem elvárható, hogy az intézmények ezt saját maguk finanszírozzák meg. A változás az amellett, hogy kiadással jár, kockázattal is jár. Tehát teljesen érthető, hogyha egy hivatal azt mérlegeli, hogy tudom, hogy ez drága, tudom, hogy a zárt licenszekkel való működés drága, de minimális kockázatot jelent. Amíg nem látják azt, hogy a másik oldal, a nyílt oldal is minimális kockázatot tud biztosítani, addig számukra az kvázi egy rulett. Hogy felteszem a pénzem a piros feketére, vagy belerakom a pénzem a biztosba, ami működik még 3194 helyen az országban. Illetve hát itt vannak a szállítói érdekek. Ha valakinek kialakult kapcsolatrendszere van a szállítókkal, akik nyilvánvalóan amellett, hogy egyébként Microsoftot szállítanak, megbízható szakemberek, tényleg komolyan veszik a rendelkezésre állást, illetve az SLA-t, pontosan tudják a dolgokat, értik a dolgokat, és kevés kockázattal jár a velük való együttműködés, akkor ezeket a megállapodásokat felbontani szintén egy kockázat. Új szállító, új emberekkel való együttműködés, ez is mindig egy kockázatot rejt magában. Megnéztük emellett, hogy mi újság a szakrendszerekkel, mert ugye nagyon sok helyről kaptuk azt a választ, hogy hát a szakrendszereket kiváltani, hát ha az lehetetlen. Végignéztük gyakorlatilag területenként, hogy mi az, amit ki lehet váltani, és nagyon sok esetben egyébként a Szeged egyik partner cégénél találtuk meg a megfelelő megoldást, talán kimondhatom elvét a Riteknél. De azt tapasztaltuk, hogy gyakorlatilag minden területre van több fajta megoldás, ami már most használható. Ezek nem nyílt forráskódú, tehát nem egyértelműen nyílt szabványos megoldások. Sok esetben egyszerűen egy OSP modellről van szó, vagy böngészőben futó alkalmazással, amelyik tulajdonképpen magát a kérdést teszi fölöslegessé. Böngészőből lehet használni, Mozilla alatt működtek ezek ráadásul, tehát gyakorlatilag ezek használhatók. Munkaügyi nyilvántartás, gyámügyek, iktatás, ügyvitel, érkeztetés, képviseletestület, szociális rendszer, postázóprogram, kafetéria, térinformatika, ingatlan vagyon. Itt van szinte minden, amire szüksége van egy önkormányzatnak, de mégis, ha végig gondoljuk, ezek a rendszerek milliós rendszerek. Ha egy önkormányzat ugye a napi működésében már használ ilyen rendszereket, az azt jelenti, hogy megvannak a szerződései szintén évekre előre, megvan a szállító, aki ezt szállítja, ezt tudják értik a felhasználók. Tehát gyakorlatilag, amikor mi azt mondjuk egy intézménynél, hogy 70%-ot megspórolhatsz két éven belül, akkor ő rögtön végig gondolja, hogy rendben van, de nekem miket kell ahhoz kicserélnem, hol kell megváltoztatnom a napi működésemet ahhoz, hogy egyáltalán ezt a megtakarítást el tudjam érni. És hát akkor jön be, hogyha végignézzük ezt a listát, akkor föl lehet ugyan rajzolni egy időskálán egy térképet, hogy igen, akkor két év múlva kiváltom a szociális rendszert, három év múlva nekifutok az ügyviteli rendszernek, de ez is egy őrült, bonyolult folyamat. Hangsúlyozom, egy végrehajtható folyamat. A lehetőség megvan. Tehát itt is, ha a központi szabályzást ezt erőltetné, ha egyszer csak kijönne a törvény, akkor gyakorlatilag az intézményeknek a 99%-a habozás nélkül megkezdeni a változást. Nem csak azért, mert nem lenne más lehetőség, hanem mert valóban ez egy értelmes út. De még ha mindenki tudja is, hogy ez egy értelmes út, amíg túl nagy rizikóval jár, és amíg fölülről kvázi nincs egy utász, hogy ezt az utat kell követni, addig ők ezt nem biztos, hogy meg fogják lépni. Jó, úgyhogy ez alapján összeszedtük azt, hogy mégis mik azok a központi feladatok, amikben kvázi az államnak a támogatására, megmozdulására szükség van. Ez egy egyértelmű közigazgatási törvény, amelyikben a feladatok is egyértelműen ki vannak osztva és meg vannak határozva. Mondom, ez 2012 közepére várható. Egyértelmű elközigazgatási stratégiai döntések, sajnos nem voltam itt Fekete Gábor reggeli előadásán, biztos, hogy ezekről beszélt, de talán majd még lesz ezekről szó később. Nagyon fontos lenne egy egységesítési stratégia és a kapcsolódó jogszabályok, amiről ugye beszéltem többek között, egy ODF formátum alkalmazást szorgalmazó törvény.
És nagyon fontos lenne, hogy a központi szolgáltatások platform függetlenek legyenek. Erről is beszélt Szegfű László előadásában. A magyar államkincstárnak több szoftvere, illetve a pályázati rendszerek, erről talán nem volt, hogy a pályázati rendszerek is zárt formátumokat szeretnek, illetve zárt alapokon működnek, hát nyilván ez is nehezíti az átállást. Illetve, és talán az a legfontosabb, forrásokat kell biztosítani az átálláshoz, tehát nem lehet elengedni az intézmények kezét, és csinálják meg maguk, valamilyen módon kell őket segíteni. Az EU-s keretprogramok, finanszírozási programok egyébként lehetőséget adnak arra, hogy azokból legyen finanszírozva, megfinanszírozva az átállásnak a egy része, legalábbis a fejlesztések egy része és az oktatás mindenképpen. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség, amit meg kell ragadni minél előbb, tehát ha csak lehet, akkor nem szabad kihagyni ezt az alkalmat. És ennyit szerettem volna mára mondani, esetleg, hogyha vannak kérdések, akkor örömmel válaszolok.